Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Újra itt vagyunk, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm szintén a műsoromba, nem akármilyen vendéget hoztam önöknek, mégpedig Madár Verát. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged. Nagyon sok sorozatban lehetett látni, többek közt egy napi sorozatban is, és hát nem utolsó sorban, azért nem utoljára lehetett látni a Kossuth 3-ban is, mint például legutóbb, többek között, és hát ő játszotta ebben a sorozatban a gyári munkásnőt, akit, hogy is hívtak, mert elfelejtettek. Jámbor Margit voltam ebben a színdarabban, és köszönöm szépen Zsuzsikám a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Nagyon szépen köszönöm, és hozzá kell tenni azt is, tehát aki nagyon férhez akart menni. Kitűnő színdarab volt, kitűnő művészekkel, kitűnő volt az egész parádés volt, tehát jelmezek, a előadás, rendezés, tehát tényleg nagyon-nagyon cuki volt, és az az érdekessége, még azért azt hozzátenném a Kossuth 3-nak, hogy nem elég egyszer megnézni, minél többet nézed, annál jobb. Igen. Tehát ebben nem lehet betelni. Igen. De hát térjünk vissza Vera rád, hogy telik a nyár? Békésen. Aminek most már nem sokára vége van. Én mindig kiszoktam tolni a nyarat, tehát ezzel nyugtatok mindenkit a környezetemben, hogy egyrészt az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatják, hogy még októberben is azért strandidő van, tehát én abban hiszek, hogy a nyár azért legalább október közepéig még tart. Tehát az a úgynevezett öreg asszonyok. Igen, és az milyen asszonyok. Kellemes, ugye? Tehát nincs ez a gatya rohasztó, elnézést kérek a kifejezésén 40 fok, hanem olyan kis pianisszimóban ez a 25-28 fok, hát milyen jó lenne ez, ugye egész évben, 12 hónapban. A nyár az mozgalmas volt, tehát volt sok munka is benne, majd most talán lesz egy kis pihenés is, nagyon várjuk már a férjemmel, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk azért még nincs vége a nyárnak, illetve olyan gyorsan telt el ez az év, tehát így most augusztus közepet táján vagyunk, és azt vettem észre, hogy ami régen azt mondták, hogy a gyerekeknek lassan telik az idő, a felnőtteknek gyorsan, és azt vettem észre, hogy az elmúlt években a gyerekeknek is sokkal gyorsabban telik az idő. Ezt onnan is sejtem, és onnan is gondolom, hogy rengeteg ilyen cikket olvastam, és én magam is a kisgyerekeket a környezetemben, a családban, a baráti körben meg szoktam időről időre kérdezni. És most ők is azt érzik, hogy minthogyha kettőt aludtak volna, és már eltelt volna egy fél év. És már vége lett volna az egésznek. Igen, van ilyen, tehát a gyerekeknek is elég gyorsan telik, mert felgyorsult a világ, felgyorsult az információ, és minden csak zúdul ránk. Úgyhogy nem csak mire felnőttekre, valahogy tudjuk a tempót tartani, de a gyerekekre is, úgyhogy most azért gondolom, hogy a gyerekeknek is épp elég nem könnyű, mert ugye jön a szeptember 1-e, és aztán most már jön az iskola is. Hát bizony, ez is egy érdekes dolog, most mindig csapongok, és eszembe jut mindig mindenről valami, de azon szoktam mosolyogni, hogy épp hogy kitört a szünidő, ugye június 2. hete körülbelül, és már akkor mind a tanszervásár van. Hát akkor a szerencsétlen gyerekeknek ott van még 2,5 hónap, hát miért kell már június közepétől a tanszervásár, meg hogy vegyenek füzetet, jó persze, valaki előre beszerzi, az is nagyon jó dolog, hogy nem az utolsó percre hagyjuk, persze, de hát aztán valójának egy kicsit még ellavírozik, még egy kicsit szeretne nyaralni, vagy éppen nincs itthon, és akkor ezt ugye eltolják. Hagy kérdezzek rá, te nagyon boldog házasságban élsz a férjeddel. Metek egy keresztet. Hála Istennek. Na de figyelj, egy ilyen bika, mint te vagy, mert ugye ezt kevesen tudják, és ugye az én műsorom, ez egy ilyen életvezetési műsor, amiben ugye, mint szakmabeli, tehát azért belelátok egy-két sorsba, ahogy szoktam, de nem tudom, publikus, nem publikus, ha nem akarod, nem mondd meg, de egy bika jegyében születtél, hanyadikán? 5.-5. Eddig még elárulom a születésem idejét. Többit meg feledje a nem tudom, milyen jótékony homály. Így van, teljesen. Tehát azért egy 5. születésnap számmal én nem is csodálom, hogy pörök 100 000-rel, és azért ebben az évedben, ha azt vesszük, azért mint a 2022-es évedben, ugye elkezdődött bika hava után, és ez majd tart még egy évig.
Nagyon sok pörgésed lesz ebben az évben, úgyhogy szerintem nagyon sok jó változás előtt állsz. Ránk férne, vagy rám férne, azt gondolom, meg a világra is ráférne egy pozitív változás. Én mindig optimista vagyok, még akkor is, amikor a... Tehát 3 napig mérgelődsz, aztán igen. Akkor túlteszed magad igen, rajta. Igen. Igen, de mi a kulcs ehhez, mint egy színésznőnek, akinek ugye mindig be kell készülni mindenre, darabokat megtanulni, vagy éppen esetleg egy felvételre készülni, és ugye a kamerák előtt a színházban, vagy esetleg egy felvételen. Te, mint egy bikajegyű, egy teljes művészlélek, akinek ugye, hát ezt már a műsor előtt megbeszéltük, hogy mérleg az accendensed, ugyanúgy, mint ahogy nekem, hogy, és az rettentő fontos, még fontosabb, mint igen. A napjegy, hogy egyáltalán hogy lehet ezt kezelni, mert valljuk be őszintén, a mérleg hezitál. Én is hezitálok, úgy, mint egy ajszín, mert most szőke legyek, vagy vöröses, nem tudom. Én szavazhatok? Egy voksa vörösre, bár a szőke is nagyon jól áll. Köszönöm szépen. De hogy lehet ezzel együtt élni, mint a hétköznapokban. Nekem nincs más választásom, nekem együtt kell tudnom élni saját magammal, inkább a környezetemet kéne megkérdezni, hogy ők hogy tudnak ezzel tehát, együtt. Tehát hogy bírnak elviselni? Sehogy! Örökmozgó, örökké pörgő, nagyon tele habitussal, egy vitalitással teli olyan bika, akit kirobbantani nem lehet. Hát nehéz. Én azt gondolom, hogy amennyire nehéz velem, annyira egyszerű is. Tehát azt szokták mondani, hogy ha nem lennél, ki kellene találni, ezt mondjuk én is szoktam sok emberre mondani. Szeretnek nagyon, bár néha nyilván a falra másznak tőlem, de talán azért vagyok elviselhető, meg szerethető, mert én tényleg próbálok sok szeretetet adni, meg pozitivitást. Tehát, hogy, és akkor még ha nem is azonos valakinek velem a gondolatvilága, a habitusa, de egy idő után azért nem tud nem szeretni, vagy legalább egy semleges viszonyt kialakítani, mert úgyse hagyom. Tehát ha valaki nem szeret, akkor én megyek utána, hogy de tessék megmondani, mi velem a probléma. Hát ki a bánatos rossebbet érdekel? Nem szeretnek, nem szeretnek. Engem érdekel. Tehát ha nem tettem az irányába semmit, hogy engem ne szeressen, akkor hát legalább jogom van tudni, nem? Az és hogyha még mindig nem szeret, akkor utána mit csinálsz? Hát akkor bánatos vagyok. Akkor bánatos nagyon. Vagy. De pedig meg magamban keresem azért a hibát. Azért egy bikában azért a kirobbanást azért, ha a patáját a földbe válja, akkor az keményen ott van. Tehát azért, csak ha te mérges vagy, azért, de a lelked annál nagyobb. Igen, igen, tehát a tettekig nem jut el szerintem a legtöbb hasonló habitusú ember. Természetesen, hogyha nagyon sok csúnyaságot művelnek egy ilyen típusú emberrel, mint én, akkor hát olyan bosszú hadjáratom van nekem fejben, hogy hogy fogom visszaadni, és gyakorlatilag ilyen a macskámmal, aki 3 színű és piros ormányú, egyszerre de ülünk a kanapén, hát körülbelül így, és látszik, hogy most komolyan mondom, a világ ellen fogunk menni, de ez csak gondolatban, aztán így engedem is, hogy úristát, de hogy is, hát... Tehát 3 napig mérgelődsz igen, és eszed magad. A lélek úgyse visz rá, hogy nem, rosszat tegyek. Nem tudsz rosszat tenni, és utána pedig túlteszed magad rajta. Hát ez egy nagyon nem. Jó természet. Vannak dolgok, amiket nem, amik azért engem gyerekkorom óta kísértenek, vagy kísérnek, és fájnak is, de ezekkel nagyon sok minden nem lehet tenni. Amikor eszembe jut, akkor próbálom tudatosan elengedni. Ha arra az emberre gondolok, aki velem gonosz volt, vagy olyat tett, akkor próbálok gondolatban üzenetet küldeni, hogy nem baj, semmi gond, ennek így kellett lennie, már nem haragszom, mantrázom magamban, hát valamikor sikerül, valamikor nem. Fura, hogy hogyan lett összepakolva az emberi lélek, és hogy tényleg, hogy mennyire más mindenki, tehát hogy nincs 2 egyforma ember, és valahol ez egy csoda, tehát ez a Jóistennek egy így csodája. Így van, tehát egyszeriek és megismételhetetlenek igen. Vagyunk. Igen. Ez tényleg egy isteni csoda. Igen. Hogy állsz például azzal, hogy a lámpalázzal. Ezt mindenkitől megkérdezem, mert egy ilyen bikajegyű ember, aki bemegy egy műsorba, vagy be, hát azt mondjuk nem vagy kezdő, hát persze, hogy rutinos vagy, de hogy volt, hogy is volt ez? Tehát hogy lehet egyszerűen a lámpalázat kezelni? Tényleg marha jó a kérdés, bocsánat, a marha jót, azt csúnya szó, tehát nagyon jó a kérdésed. Kamera előtt kevésbé volt lámpalázam.
De most azért, mert azt újra lehet kezdeni, és fel lehet újra venni. Mert van, tehát felveszünk a műsort. Mert van ez emberben, igen, egy ilyen, és ilyen biztonság. És akkor, ha elmondtam, akkor talán újra lehetne kezdeni. De élőadással is ugyanígy voltam. Is tehát valahogy igen, mert akkor mondjuk az kell egy jó beszélgető partner, tehát aki vezeti a műsort, és ha az kedvesen áll az emberhez, és van egy téma, akkor hogy lehet nem kedvesen állni? Hát, akkor elfelejted a mondjuk kamerákat. Mondjuk nekem is volt már részem benne, bocsánat, nem itt. Igen. Ezt hozzáteszem. Igen, és akkor érzed, hogy ott egy fal, az olyan, de mindesetre akkor el tudod felejteni a kamerákat. Viszont amikor színpad, és tudod, hogy ott ül rengeteg néző, aki tényleg várta ezt a darabot, a kollégáidat szeretné látni, téged szeretne látni, élményt kell adni nekik, magadat kell, stb., akkor a druk van bennem, hogy a legtöbbször remeg a lábam, a legjobban akkor remeg, amikor énekelni megyek ki. Nem mondod. Ne legyek hamis, ne jön ez a harákolás, ami idegességtől is van, meg refluxtól is, mert hát így elég nehezen lehet énekelni, hát esetleg egy hörgő metal zenét lehet ilyen akkor énekelni, vagy ne felejtsem a szöveget. Képzel, bocsáss meg, de el sem tudom rólad képzelni, hogy nincs kellemes énekhangod, hát nagyon kellemes. Kellemes a hangom. Igen, talán az énekhangomnak az az egyik legfontos, ha nem a legfontosabb jó tulajdonság, hogy érdekes, hogy nem egy hétköznapi az énekhangom, és ez a legnagyobb előny, hiszen Magyarországon rengeteg jó hangú ember van. Én nem is tudom, ez annyira dalos nemzet. Nagyon sok jó zenész van, és nagyon sok jó hangú énekes minden műfajban, ami valahol egy átok nyilván azoknak, akik ebben a szakmában szeretnének érvényesülni, de valahol ez is mutatja szerintem a magyar lelket, hogy a magyar lélek egy érzékeny, szép lélek. Hogy csak... ne, hát azok kiadnak mindent, áradnak, hogy hatalmas a lelkük. Igen. Hát ezt elmondani nem is lehet. Igen, igen, igen. És hát te is zenész, méghozzá micsoda zenész familiából származol, úgyhogy na, erről is, ez egy külön adást érdemelne. De a lényeg az, hogy az énekes műsorszámaim előtt szoktam a leginkább aggódni, és akkor az első dalomnál, de látszódik, hogy így cidőzik a lábam. Ezzel nem tudsz mit tenni. Mert... Ez olyan, mint hogyha elmegy valaki egy felvételire, egy próbajátékra, aha, vagy valamire, és jaj, most mi lesz? Na, ezt hogy kell leküzdeni? Hát muszáj. Erre egy nagyon jó ötletet kéne kitalálni, mert ez egy nagyon jó dolog lenne, muszáj, hogyha valaki megmondaná, hogy aki lámpalázas. Például nekem, mint életvezetési tanácsadónak, na erre az egy kérdésre nem tudom a választ megadni. Választ én sem tudok rá, viszont... Valaki kérdezi meg, aki művész, és lámpalázas, és szeretnék fellépni, vagy szeretnék, hogy küzdjem le? Nem kell, én azt hiszem, tehát olyan emberektől hallottam, akik vagy tényleg... felejtsd el a közönséget. Hihetetlen nagy művészek is azt mondták, hogy ha már semmi lámpaláza nincs valakinek egy fellépésre, ott van, már baj van. Tényleg? Ott már baj van. Nyilván vannak fokozatok, tehát valaki ájulásig feszült, hát az mondjuk, de az hát nem az tud színpadra menni. Az nem tud. De hogyha még az a parányi, pici kis borsó sincs az embernek a gyomrában, hanem lenyomom rutinból, majd lesz valami, nem érdekel. Hát így nem lehet. Hát igen, mert akkor az meg már érdektelen, akkor az már egy közömbösség a néző fele. Tehát azért kell egy színvonalat adni, kell, de még milyen színvonalat. Meg tehát, hogy jó legyek. Meg hogy jó legyen. Igen, hát azért igen, az ember igen, saját magát igen, adja mindig. Igen. De és hogy van ez, hogy például a memorizálás? Ez is mindig érdekelt engem, hogy lehet betanulni sok szövegkönyvet. Tehát egyszerűen, hogy ne tévesszél bele, és hogy eszedbe jusson a szöveg. Szerintem a legnehezebb, amikor valaki szépirodalmi, tehát olyan komoly... Te hogy csinálod? Hát, bocsánat, titok? Tehát hogyha egy komoly irodalmi műről van szó, akkor ott tényleg magolni kell, mert ott szóról szóra. Tehát ott nincs olyan, hogy most kihagytam egy persze, kis... hát azt hoztam lehet. Ami egy picit kötetlenebb, mondjuk akár egy vidámabb darabnál, egy könnyedebb darabnál, ha néha mondjuk egy szinonimát használsz, akkor lehet, hogy az író is, ha esetleg csak a másik dimenzióba figyel, akkor is csak egy kis mosolyt enged, hogy nem baj, jó ez így. Az szerintem könnyebb. Én általában azért nyilván a könnyedebb műfajokban tudtam eddig kiteljesedni, úgyhogy nekem is így könnyebb a dolgom. De nekem az vált be, hogy először elolvastam, hogy miről is van szó, utána megnéztem, hogy én ebben a kontextusban ki vagyok, az már egy picit segített belehelyezkedni a darabba, és én sokszor olvasgattam magamban, aztán nyilván mondtam hangosan, próbáltam a képzeletbeli kollégákkal összemondani otthon,
akkor valahogy már attól egy kicsit rögzült, és a szöveg összemondó próbákon pedig teljes mértékig rögzül a darab. Csodálatos az a tehetség. Nem, mindenkinél így van, szerintem, ez máshogy nem megy. Abban én nem hiszek, hogy otthon valaki betanulja A-tól Z-ig, úgyis utána elmegy összepróbálni a többiekkel, millió egy tényező lesz majd még ott, millió egy. Akkor érik össze, amikor ott vagy, és mindegyiküknek érzed az energiáját, azok összeadódnak, és valahogy, sőt, hát ez szerintem nagyon sok más emberrel is előfordul, hogy valahogy azt érzed, hogy na, a te szövegedet azt valahogy sztornozták, de a többiekét tudod. És nem érted, hogy hát ezt fogod most mondani, és tudod, más meg így áll, hogy a sajátoddal legyél elfoglalva, az előbb is adtam egy végszót, és mégsem tudtál belépni. És lehet, hogy pontosan ez azért is történik, mert annyira a tiédével már tisztában vagy, és utána pedig elkezdett figyelni, miután a kettőt már úgy tanultad meg, és tudod betéve, hogy a másiknak mit kellene erre lépnie. Igen, nagyjából és így. És ez pontosan ez így működik. Ez, hát így, ez egy ilyen dominó. Igen. Vagy csak, vagy valami ilyesmi. Dominó, bár mindenki eldől, várjál. Akkor legyen ilyen pillangó effektus inkább, és akkor... Úgyhogy... Hát ez csodálatos. Viszont a saját dalszövegeimet rendszeresen el szoktam téveszteni. Nem mondott komolyan. De, még akkor saját én írtam. Saját dalszövegeid még is akkor vannak? Nyilván a dalaimnak a szövegét, hát 80%-ig nem én írtam, de valamelyik én is bele-bele nyúltam, és írtam hozzá, de a férjemet szoktam figyelni, a kis, hát ha... Olyan a fellépés, hogy egy kisebb területen van, akkor nyilván jobban látom. És én tudom, hogy hülyeséget énekeltem. Szerencsére jó Isten mindig megsegít annyira, hogy a szótag stimmeljen, vagy rímeljen, vagy ne legyen akkora nagy zöldség, hogy aki esetleg nem hallotta, az nem is tudja, hogy ott mást kellett volna mondanom, vagy énekelnem, csak az uramnak a fejét, szóval ilyenkor látom, hogy hogy már így szűkül a szája, ekkorák lesznek a szemei, és az a baj, ilyenkor... Nekem is ott bujkál már az arcomon is, meg a torkomban is a nevetés, úgyhogy de eddig még kijöttem valahogy ezekből a szorult helyzetekből, hát és az egy nagyon rossz érzés. Az olyan érzés tényleg, mint amikor teljes üresség van egy pár másodpercig a fejedben. Teljes üresség. Kiesett. Teljes. Ez a teljes kiesett. A szörnyű, ilyen. És ez különben nagyon sok művésznek a gyakorló rémálma. Rengetegen álmodnak ilyenekről éjszaka, hogy ott állnak a színpadon, a és súgó nincs meg, vagy nem nincs súgó, igen, mert például a Kossuth Háromban nekünk sem volt súgó, tehát nem kötelező egy darabnál súgónak, és akkor áll, és most mit mondjak, mesélje, mert mi volt gyerekkoromban, de hát akkor muszáj rögtönözni, akkor ott kell valamit kitalálni. Valamit. Tényleg, ha más nem, akkor bevallani őszinti elnézést. Most kimegyek egy picit, mert nem is akarok ilyenre gondolni, csak ilyen ne történjen, azt kívánom senkivel. Na minden, ne beszéljünk ilyen negatív dolgokról, meg is borsoztam komolyan. Dolgokról. Igen. Ha már egyszer tracsparti, akkor ilyen női tracsparti, ilyenkor nyáron, telefele, legalábbis így finomabban kifejezve, mesélj nekem arról, hogy milyen terveid vannak így most ősztől, tehát most, ha majd indul a szeptember. Hát a tervekről mindig azt szoktam mondani, hogy ember tervez, Isten végez. Tehát én már vagyis nem... mit szeretnél? Békét, világbékét. Hát az a legelső. Az a legelső. Hát nyilván hogy egyáltalán mit szeretnék, az részben attól is függ, hogy hogy alakul majd a helyzet sok szempontból. Uh-huh. De nyilván azért lennének még olyan terveim, ötleteim a szakmán belül is, amiket nem tudtam még megvalósítani. Például a zenei projektem az hosszú évek óta áll. Mindig föl-föl lángol, elmegyek fellépni, van egy jó pár felkérésem, vannak új dalai. Most például van 5 olyan dal, ami kész van, és sehol nem énekeltem még el, benn vannak a fiókba, föl se énekeltem, tehát először is el kéne mennem a stúdióba legalább fölénekelni, ha már az én... Mindig azt mondom, az én dalaim, ez megtévesztő, nem én írtam. Nekem hát a zenei írták. Részét azt neked írták? De nekem írták, úgyhogy ez nyilván egy gyerekkori vágyam, álmom, meg hát ami nyilván nagyon fontos, hogy legyen egy jó hobbija valakinek amellett, hogy mi a foglalkozása, és hát a hobbim az nekem a szenvedélyem is, és hát szenvedélyes illatvadász vagyok, és illatgyűjtő. Hú, jó téma! Úgyhogy erről van egy kis YouTube csatornám is, ami nagyon sok ilyen parfümös videó is szerepel, úgyhogy nyilván ezt is szeretném majd minél jobban, precízebben, mindig várom az ötleteket, a témákat, hogyha valaki ír, kommentel, és akkor igyekszem a saját gondolataimmal vegyíteni. Hát ez egy igazi női oldalat, hogy azért egy nőnek mennyire lehet,
Én nagyon szeretem a Kölniket, és most itt ugye nevet nem lehet mondani, nem. Ugye nem a reklámhelyedet. Na, igen. De mit szeretsz, az édes illatokat, vagy éppen egy kicsit ezeket a keletélyes fanyar, fűszer, mindent, azt is, a hangulat, tehát ugye ez megint az, illatokat. Azt is szeretem, az aldehideseket is. Tehát felébredek, belenézek a tükörbe, meg a belső tükörbe is, plusz ma mi a programom, ma ez az illatkarakter, ami ehhez illeni fog, mert úgy érzem, hogy az ad nekem egy mankót. Nekem az illat tényleg ad egy mankót, én azt érzem. Hát az illatterápia is nagyon régen pontosan működik. Erről szól. Hát hogyha eszünkbe jut valami, egy illatról mennyi minden tud az eszünkbe jutni. Igen. Kellemes is, igen. Nem kellemes is. Igen. Tehát azért az illatterápia és az magában az illatoknak a mondani valója, hát az nagyon sokat jelent. Csodálatos. Negatív és pozitív Csodálatos. Irányba is. Annyit még hagyj kérdezek, mert itt az idő rövidsége véget. Azt látom, hogy mennyire te is ugye hívő ember vagy. Mit jelent számodra az Isten hite? Fú. Na, ez egy hosszabb lélegzetvételű dolog, hogy ezt így kifejtsem. Az útkeresésben mindig ott van a Jóisten. Tehát amikor a klasszik útkeresésben is, tehát akkor helyedet keresed a világban, igen. Vagy hogy mi miért történik velem, vagy a családdal, akár legyen az egy tragikus dolog, akár legyen az egy tényleg egy isteni kegy, egy csoda, hogy Úristen, ez velünk tényleg? Akkor mindig ott van valahol, tehát minden út hozzá vezet, minden, és hogy ez azt is jelenti nálam, és biztos jókat mosolyog rajtam a Jóisten, hogy hányszor perlekedem vele, hogyha rossz dolog történt, pedig úgy is tudom a lelkem legmén, hogy nem ő irányítja, mint egy saktáblán a figurákat, hanem van egy szabad akarat, van egy kereszted, amit neked viselned kell. Vagy megírta, tehát van igen, egy saját megírt igen, sorsunk, amit igen, előző igen. életünkben, mint mi szindarabírók megírtunk. Igen, igen, de ő mindig ott van és valahol. És ő meg mindig ott van velettünk, igen, aki igen. segít. És ha egyszer az ember megérezte legbelül, akkor hiába rettek fél, akár haláltól, a sajátjától, a szeretteitől, de... és megint sírni fog, pedig nem akarok, csak elég érzékeny vagyok, de akkor is ott marad utolsó hajszálnak, ami is a legfontosabbnak, a tartó pillérnek, hogy a Jóisten majd megsegít, ő majd elrendezi. Jó helyen leszel, ő is jó helyen lesz, mindenki jó helyen lesz. Tehát hit nélkül szerintem nem ér semmit az élet. Sok emberrel beszélgetek, aki semmilyen vallás, tehát nem, abszolút ateista. És szerintem a lelkük legmélyén ők félelemből ateisták, mert attól félnek, hogy ha meghalunk, akkor csak lekapcsolják a villanyt, és nem lesz semmi. Ezért aztán hedonista módon élnek, hogy na ide mindent azonnal, meg ki tudja, mi lesz holnap. De én nekik is mondom, hogy nem azt várja el, semmit nem vár el tőlünk a Jóisten, csak tisztességes, becsületes életet, hogy ne ártsunk, ne bántsunk más se embert, se állatot, se növényt, stb. Élhetsz úgymond, ha nem is hedonista életed, de attól te élvezheted az életnek a dolgait, ha szeretsz enni, utazni, stb. Azért senki nem fog rád haragudni, nem aszkétának kell lenni. Hanem becsületesen kell élni. És akkor rájönnek, ha szeretet hogy van benned, igen. És a Jóisten tényleg, igen. Mert a magyaroknak jó Istenük jó. van. Jó, igen. És erős vár a mi Istenünk. És erős vár a mi Istenünk, és Szűz Mária országa. Hát igen, ez nem véletlen, erről gyorsan még akkor elmesélem. Ez egy érdekes történet, a dédnagymamámnak volt egy nagyon hasonló medálja, és a nagybátyám első gyermeke kisfiú lett, és sajnos nagyon-nagyon beteg volt. De szerencsére minden rendben van, és akkor a szüleim úgy döntöttek, hogy azt a dédinek a medálját csináltattak egy láncot hozzá, és odaadták az unoka tesómnak, aki amúgy nem lett vallásos, nem is hordta volna, és sajnos egy betörés során ellopták ezt a nyakláncot több más értékükkel együtt. És ezt hallgatták szegény szüleim, édesapám ugye most már 10 éve, van a Jóisten mellett, de ő is, amíg élt, hallgatta, utána anyu is, hogy nekem kellett volna adnotok, mert én legalább jól ismertem a dédit, gyakorlatilag ő is látta az én fejlődésemet, és én megbecsültem volna, én mindig vallásos voltam, és anyunak elpattant a húr az agyában, és az idén a születésnapomra vett egy kísértetiesen, vagy csináltatott egy kísértetiesen hasonlót. Ugyanolyan Szűz Mária medál. Hát én úgy zokogtam,
mint egy kisgyerek, úgyhogy ez nekem nagyon sokat jelent, és jó, hogy nem ugyanaz, mint a DD-jé volt, és amit elloptak, de hogyha érték a kedves nézők, akkor legalább annyit, vagy még többet jelent, és szerintem a DD-jé bólogat. Tehát megvan az aszmei értéke is. Igen, igen, igen. És a mondani valója igen, is. Igen, 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 nagyon szeretem. Nagyon sokat elárulom, nálam is van egy ilyen kis érme, amit mindig magamnál hordok. Hát legyen ez a zárszó, és mit kívánjunk a kedves televíziónézőknek? Hogy minden szépet és minden jót. Igen, hogy vigyázzanak nagyon magukra, a szeretteikre is, és mindig legyen sok szeretet és pozitivitás a szívükben, és sugározzák ezt mindig. Nehéz időkben felé. Is, igen. De most aztán kitartás. És higgyenek és jó Istenben és magukban is. Így van. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És mindenkinek minden jót kívánok. A jövő heti műsoromban szintén egy nagyon illusztris vendéget fogok vendégül látni, és köszönöm, hogy velem voltak. Thank you.